Megtakartotta a magyar feliratot Ferenc pápa csíksomlyói miseruháján a román kormányőrség. A képviselőház RMDS frakciója magyarázatot követel. Erről számol be Kódi Attila, képviselőházi frakcióvezető. Látva a tegnap nyilvánosságra került információkat, amelyet az erdélyi média is és a román médiának egy része is ma reggelre közölt, egyértelmű döntés született az RMDS képviselőházi frakciójában, hogy hivatalosan megkeressük a kormányőrségnek a vezetőjét, és számon kérjük, hogy ilyen esetben miért jártak el így, honnan kaptak meghatalmazást, megbízást, miért folyamodtak olyan kérdésekhez, amelyek nem az ő hatáskörük, miben sérti az anyanyelv használat egy biztonsági ügyekért felelős kormányőrségnek a munkáját, és azon túl pedig, hogy látva majd megfogalmazva, milyen konklúziókat tudnak ők levonni, hogyan szeretnék megelőzni, hogy a jövőben ugyanilyen esetek fennálljanak. Hivatalosan kérjük tőlük, ezért választ kell kapjunk, nem tudják elkerülni, bármennyire is például a kormányőrség regisztrációs hivatala az egy láthatatlan intézmény, és katonatisztek vették át ezt az átiratot, amúgy elküldtük direkt az irodának, titkárságnak is. Azt látjuk, és az a legfontosabb, hogy ezekben az esetekben mindig fel kell szólalni, és bárki ezt megteszi, arra bátorítok, hogy éljen állampolgári jogaival, mi is a válasznak függvényében további lépéseket fontolunk.